Östét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják szerdán este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. Életbe lépett a rendkívüli jogrend ezzel együtt az éjszakai kiárási korlátozás is. A hírös agórában, az otthonmoziban és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban is új szabályok lépnek érvénybe. Együttműködési megállapodást írt alá a Naiman János Egyetem és a Europe Electric Industries Kft. versenyautók fejlesztése érdekében. Életbe lépett a rendkívüli jogrend, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek már meg is jelentek a magyar közlönyben. Ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki mától a kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területén. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet a kiárási korlátozással kapcsolatban azt írja, éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakó a tartózkodási vagy a szálláshelyén tartózkodni. Azt csak munkavégzés, a munkahelyre történő közlekedés, a munkavégzés helyéről a lakó a tartózkodási, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából lehet elhagyni, vagy ha egészségkárosodással, életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető helyzet áll fenn, illetve életvédelmi céllal. A kijárási korlátozásra vonatkozó szabály november 5-én lép hatályba. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedésekkel kapcsolatban a kormányrendelet azt írja, tilos olyan rendezvényt szervezni, tartani, olyan rendezvényen tartózkodni, amelynek főszolgáltatása a zenés-táncos szolgáltatás, és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhelyen rendelkezni a kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozi előadásokra, a nem nemzetközi sportrendezvényekre vonatkozó új szabály, hogy ezeket ugyan meg lehet tartani, de a nézőtéren a nézők a páholyok kivételével csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el. Két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint másfél méteres távolságot kell biztosítani. A másfél méteres távolságot meg kell tartani a páholyokban, a létesítmény területén, a kulturális vagy sportrendezvények szünetében, valamint a helyszínen található vendéglátó üzletben is. A járványügyi készültségi időszak szabályai, így például a maszkviselés szabályai a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak. A kulturális intézmények látogathatók, de a másfél méteres távolságot itt is be kell tartani. A tömegközlekedéssel kapcsolatban a kormányrendelet előírja Budapesten, valamint a megyi jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaságok november 5-ig kötelesek járatsűrítési tervet készíteni, a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint 15 óra és 19 óra közötti időszakokra. A kormány továbbá döntött arról is, hogy ingyenes a parkolás az ország egész területén. A mai naptól bevezetett rendkívüli jogrendre reagálva Kecskemét polgármestere összehívta a helyi operatív törzs szakembereit. Szemerei néppad, aki Claudia kiemelte a kormányrendeletben előírt autóbuszjárat sűrítéseket a helyi sajátosságok figyelembevételével kell kialakítani. A városvezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a gondoskodó szolgálatot ismét megerősítik, a fürdőben és a kulturális intézményekben pedig a látogatásra vonatkozó létszámkorlátot vezetnek be. Kecskeméten már reggel 6 órától kezdődjön el a csúcsidőszakokra vonatkozó járat Ezt javasolja a kormányhivatalnak a polgármester. A helyi operatív törzsel egyeztetve a kulturális intézményekhez is szólt a városvezető. Vezetőiket arra kérte, hogy a népszerű előadásokból kettőt rendezzenek meg, fele annyi közönséggel. A kecskeméti fürdőben az edzéseket továbbra is meg lehet tartani, de a résztvevők számát meg kell felezni, nyilatkozta szemerei Pataki Klaudia. A polgármester elmondta, a gondoskodó szolgálat tavasz óta folyamatosan működik, most azonban szükséges megerősíteni. Továbbra is a gondoskodó szolgálat a város lakossága rendelkezésére áll. Megerősítettük a gondoskodó szolgálatnak ismételten a polgárőrökkel és a városrendészekkel a tevékenységét. Újra meghirdetjük az önkéntes segítség nyújtásra való lehetőséget. Kérjük, hogy aki teheti, az csatlakozzon ugyanúgy, mint ahogy tavasszal is megtette ezt a gondoskodó szolgálat segítő csapatában. Szemerei népataki Klaudia felhívta a figyelmet arra is, hogy idén is lesz adventi hangulat a főtéren. A vásárban azonban csak kézműves termékeket, illetve italt és előre csomagolt ételt lehet majd árulni. A polgármester mindenkit az óvintézkedések betartására kért. Arra kérek minden kedves Kecskemétit, hogy kövesse a Kecskeméti hírportálokon a mindennap bevezetett javaslatokat, változásokat, amelyeket tesznek a különböző szakemberek, és megtesz a kormány és a város vezetés is. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk egészségünkre, vigyázzunk környezetünkre. Jó egészséget kívánok mindenkinek! A híres agórában, az Otthon Moziban és a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban is új szabályok lépnek életbe. Orbán viktor miniszterelnök tegnap jelentette be a veszélyhelyzetet, illetve olyan intézkedés amely komoly hatással van a kulturális intézmények működésére is több előadást is jövőre fognak megtartani a hírös agórában. Orbán Viktor miniszterelnök tegnapi bejelentése nyomán több szabályt is be kell tartani a kulturális intézményekben. A maszkviselés, a rendszeres takarítás és a fertőtlenítés mellett új előírás, hogy csak minden harmadik székre ülhetnek a nézők. Az agóra esetében ez azt jelenti, hogy egyszerre csak 193 főt ültethetnek be a színházterembe. Ez vonatkozik a családokra is. A saját eseményeinknél ott pedig igyekszünk egyeztetni a művészekkel, hogy vagy elhalasztjuk tavaszra, reméletőleg akkor már lesz vakcina, és nem lesz ilyen vészhelyzetünk. Vagy pedig, ahogy említettem is, hogy a kárpótoljuk a közönségünket úgy, hogy három előadást tartunk, és ha ezt a művészek vállalják, akkor ők háromszor lépnek föl, és így meg lesz a 600 fős közönségünk is. A vendég előadók pedig maguk döntik majd el, hogy vállalnak-e több előadást, de sajnos általában inkább lemondják a programot, így a mai és a szombati kabaré is elmarad. Mindemellett nem lesznek megtartva a táncház nyilvános eseményei sem. Az otthon moziban is hasonló a helyzet. Az épületben szintén be kell tartani a másfél méteres távolságot, és minden programjukon csökkentik a létszámot mostantól pedig csupán 83 embert engedhetnek be egyszerre a moziba. Annyiban változni fog, hogy eddig a hétvégenként, ugye pénteken kettő, szombat, vasárnap három-három előadásunk volt. Valószínű, hogy amiatt, hogy az emberek tartanak a vírustól, a nézőszámunk az utóbbi két hónapban egy kicsi megcsapant, emiatt valószínűleg csökkenteni fogjuk majd a, a mozi előadások számát. Tehát aki szeretné a filmet megnézni, ez nem három előadásból, hanem csak kettőből választ majd, hogy melyikre megy el. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháznak is alkalmazkodnia kell az új szabályokhoz, melyek értelmében csak minden harmadik széken foglalhatnak helyet a nézők. A bérletesek esetében egy új rendszert dolgozott ki a teátrum. Azt a döntést hozta meg Cseke Péter igazgató úr, hogy minden előadásunkat a jövőben meg fogjuk tartani, de a nézők számát úgy tudjuk garantálni, hogy egy nap két előadásunk lesz ugyanabból a darabból, tehát duplázunk, és minden bérletest értesíteni fogunk, hogy ő neki mikorra fog szólni az adott előadás esetén a bérletek. A színházban továbbra is érvényes marad a lázmérés, a készfertőtlenítés, a maszkviselése, valamint folyamatosan üzemeltetik a levegőszűrőrendszerüket is. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház egyik szervezési munkatársa, aki a színház egy elkülönített részlegén dolgozik, koronavírusos lett. Erről tegnap kora este kapott értesítést a dolgozó, akinek tünetei a hétvége folyamán jelentkeztek, ezért a munkát a héten már nem kezdte meg. A színház vezetősége megtette a szükséges intézkedéseket, a megbetegedett személy közvetlen kollégái önkéntes karanténba vonultak, és jelenleg folyik a tesztelésük. A helyiségben hajnalban fertőtlenítést végeztek. Együttműködési megállapodást írt alá a Naiman János Egyetem és a Europe Electric Industries Kft. Az egyességnek köszönhetően útjára indul a Race Engineer Talent program, melynek célja a versenymérnöki gyakorlati tapasztalat szerzés az egyetemi hallgatók számára. Újabb együttműködési megállapodást írt alá a Naiman János Egyetem, ezúttal a Europe Electric Industries Kft-vel. Köztudott, hogy az egyetemen nagy hagyománya van a járműépítő csapatok tevékenységének. A megállapodásnak köszönhetően a hallgatók azt az elméleti tudást tudják most gyakorlatban is megtapasztalni, továbbfejleszteni, ami az oktatás fontos, meghatározó része. Ez az együttműködési megállapodás most egy konkrét versenysorozathoz kapcsolódik, méghozzá a Suzuki hibrid hajtású kupának a versenysorozatához, és ennek az együttműködési megállapodásnak a keretén belül hallgatóink versenymérnöki tapasztalatokat szerezhetnek majd, illetve magával a versenyzéssel, a versenynek a szervezésével kapcsolatosan ö, saját hithattak el gyakorlati ismereteket, tudást. Döntően a járműépítő csapatból kerülnek ki azon hallgatók, akik részt vehetnek ebben a programban. A rektor azt is elmondta, hogy nagyon fontosak az ilyen jellegű projektek is, hiszen az egyetemen a gyakorlatorientált képzés a fő irányvonal ez a gyakorlatorientált képzés egészülhet ki most nagyon konkrét tapasztalatokkal a versenyzés során, hiszen gondoljunk csak bele, hogy közvetlenül részt venni egy ilyen típusú versenyen, bekapcsolódni a fejlesztésekbe, bekapcsolódni a hibrid hajtással kapcsolatos kutatásokba, ez egy óriási lehetőség a hallgatók számára. Természetesen ez a tehetséggondozási folyamatnak is a része, hiszen úgy gondolom, hogy feladatunk, kötelességünk, hogy ezeket a kiemelt tehetséges hallgatókat mi ebben a mentorprogramban tudjuk támogatni. A Swift Hybrid RX Cup versenyen hibrid járművek mérettetnek meg. Idén öt ilyen futam volt, azonban jövőre még többet szeretnének. A vállalat jelenleg hat autóval rendelkezik a kategóriában. A továbbfejlesztéshez szükség van az innovatív ötletekre is, szükség van a fiatalokra az, hogy ezeken a versenyeken részt vesznek, tapasztalatokat szereznek, illetve jobban megszeretik magát az autósportot, az nekünk nagyon fontos, hiszen a jövőben szükségünk lesz olyan mérnökökre, akik ezekkel a tapasztalatokkal rendelkeznek, és mellette mérnöki képességek is meglesznek ahhoz, hogy ezeknek a járműveknek a fejlesztésével foglalkozzanak, akár tervezésével, gyártásával, vagy bármilyen más mérnöki tevékenységgel. Tímár Attila azt is elmondta, hogy a hibrid meghajtású autók zöldebbek, fenntartásuk költséghatékonyabb, mindemellett pedig még jól is teljesítenek. Fitnesseszközöket telepítettek a Naiman János Egyetem sportközpont külső területére. Korábban már megvalósult a labdarúgó és környékének átfogó fejlesztése, ennek folytatása most az eszközök beszerzése, amelyet az egyetem saját forrásából valósított meg. Járdi Ádám, a Neumann János Egyetem sportközpont vezetője elmondta, ezek az újítások egy egységet képeznek, a céljuk az volt, hogy a sportparknak a szabadidős lehetőségeit bővítsék, és majd a testnevelés órákat a tavaszi időszakban kintre helyezzék át. A jövőben pedig szeretnék még bővíteni a sportközpont kültéri eszközeit. Az elmúlt napokban felmerült a kérdés több helyi lakóban, hogyan is kihasználhatja a katonatelepi sportpályát. A város és közösségi oldalán több szülő kifogásolta, hogy gyerekeiket elküldik a nagyméretű füves focipályáról. A területen egyébként ingyenesen használható műfüves futballpálya és kosárlabdapálya áll a gyerekek rendelkezésére. A témával és kérdéseinkkel megkerestük a Katona Katonatelepi Sportegyesületet. Az egyik közösségi oldal katonatelepi csoportjában elégedetlenkedett pár lakos, amiért gyerekeik nem használhatták a helyi sportegyesület futballpályáját. A hozzászólásokban kifogásolták, milyen jogon tiltják meg a kisebbeknek, hogy használják az önkormányzati területen létrehozott létesítményt. A vita annak ellenére indult el, hogy a sportpálya mellett a kisebbeknek és a nagyobbaknak ingyenes műfüves pályát és kosárlabda pályát is biztosítanak. Ilyen károkat okoz, hogyha két fiatal följön a pályára, nem hogyha 10-20 fiatal játszana rajta. Balla Krisztián, a Katonatelepi Sportegyesület elnöke elmondta, több módon ismertették már a terület használati szabályait, amit sokan nem tartanak be. Hozzátette a nagy füves pálya mellett egy 2500-3000 négyzetméteres területet is kialakítottak, amit majd akkor használhatnak a fiatalok, ha megerősödött a fű. A pályát azt most hoztuk létre az elmúlt egy évben, tehát a füvesítés az 2019-ben történt meg. Mint mögöttem is látható, tehát ez egy éves fű, amire nagyon kell vigyázni, mert ugye gyorsan tönkre lehet tenni. Ezért is csak az Egyesület Labdarúgói használhatják, de ők is edzésre, illetve a bajnoki mérkőzésekre csak. A terület önkormányzati képviselője, Dr. Fekete Gábor elmondta: A sportpálya területe önkormányzati tulajdon, aminek kizárólagos kezelője a Katonatelepi Sportegyesület. A szerződés szerint a terület állagmegóvása, fenntartása is az egyesület feladata, és az ezekkel kapcsolatban felmerült költségeket, közüzemi számlákat is nekik kell viselni. Ezért is nem szeretnénk, hogyha fölmennének a nagypályára, illetve olyan károkat okoznak, ami, amiket nem tudunk kiavítani azonnal, tehát nem jöhet föl minden nap a javító brigád, hogy kiavítsa a pályán keletkezett hibákat. Ha ez így történne, az Egyesületnek évi 4-5 millió forintos karbantartási költséggel kellene számolnia, ezt a tagdíjakból nem engedhetik meg maguknak. A pályát önkormányzati segítséggel és közösségi összefogással alakították ki, támogatással most is lehet őket segíteni. A terveik szerint egyébként január 1-től beléptető kaput telepítenek majd, hogy csak az Egyesület tagjai használhassák a sportpályákat. A Kecskeméti rendőrkapitányság nyomozói november 2-án délelőtt őrizetbe vettek egy helybélit, aki felfeszítette egy e garázs elektromos ajtaját. A 18 éves elkövető eltulajdonított egy biciklit, több szerszámgépet, valamint 25 kg sertéshúst. A nyomozás adatai szerint a fiatal férfi szeptember végén felfeszítette egy garázs elektromos ajtaját, és bentről eltulajdonította az eszközöket és a húst. Másnapra Virradóra egy kecskeméti élelmiszerüzlet udvaráról szendvicseket vitt magával. Október elején egy éjszaka pedig egy autómosó pénzgyűjtőjének zárját feszítette fel, és abból több mint 20 ezer forintnyi apró pénzt lopott. Pár nap elteltével feltörte egy utcán parkoló személygépkocsi ajtaját, és a járműből elvitte a magnót, valamint néhány szerszámot. A többrendbeli lopással gyanúsítható D. Alex kihallgatása során beismerő vallomást tett, a nyomozók előterjesztést tesznek az őrizetben lévő kecskeméti gyanúsított letartóztatásának indítványozására. Kecskeméten az Izsáki úton 2020. november 5-én 9 óra és 12 óra között útlezárásra kell számítani, mivel a nyugati körút és a vízmi utca közötti szakaszon a bíróság helyszíni tárgyalást tart. A lezárás ideje alatt célszerű lesz a nyugati körút vízmű utca útvonalat kerülni. Nem tudta legyőzni a koronavírus fertőzést Balázs Gergely atya, szerda reggelre elhunyta a piarista paptanár. A szerzetest földi élete utolsó napjaiban a kiskunhalási járványkórházban ápolták. Elhunyt Balázs Gergely piarista atya, a Kecskeméti piarista rendház tagja koronavírus fertőzésben, a Kiskunhalasi járványkórházban, Szerdán. A piarista paptanár 1947. június 6-án született Kecskeméten. 1965. augusztus 28-án öltözött be piaristának. Az ünnepélyes fogadalom tételt 1971. szeptember 26-án tette le. 1973. augusztus 25-én Kecskeméten szentelték pappá. Magyar orosz szakos tanárként végzett, 1976-tól 25 éven keresztül tanított a Piarista gimnáziumban. Példát adott tanítványainak mély hitéről, a szűzanya iránti szeretetéről. Egyik tanítványa úgy jellemezte, jóságos, szeretnivaló keresztény hite olyan, mint a kőszikla. Mint mondták róla, nevelve oktatott és nem oktatva nevelt. 2002-től 2011-ig plébániai kisegítő lelkész, ezt követően pedig káplán volt. 2005 és 2012 között a Mária Kápolna felelőse volt. Idén, szeptember 27-én a Szent Háromság templomban az esti Szent Misén búcsúztatták nyugdíjba vonulása alkalmából. Régi Nox dalok csendültek fel tegnap este a hírösagóra kulturális központ nagytermében. A Nostalgia Unplugged elnevezésű koncertsorozat kecskeméti állomásának közönség a Nox ismert dalai mellett megismerhette a zenekar teljes útját. Időutazáson vehettek részt a nostalgia Unplugged koncerten jelenlévők tegnap este a hírösagóra kulturális központ nagytermében. Az est folyamán a Nox zenekar klasszikus dalai csendültek fel, különleges zenei hangulatba bújtatva. A dalok közben pedig Péter Szabó Szilvi az együttes énekese évekre bontva mesélt sikereikről és nehézségeikről egyaránt. A koncert így teljes egészében átölelte a Nox teljes történet és zeneileg. A Nostalgia Unplugged koncertről bővebb összeállítást a kiemelő magazinunkban láthatnak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Életbe lépett a rendkívüli jogrend a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek már meg is jelentek a magyar közlönyben. A hírös agórában, az otthonmoziban és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban is új szabályok léptek érvénybe. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap jelentette be a veszélyhelyzetet, illetve olyan intézkedés sorozatot, amely komoly hatással van a kulturális intézmények működésére is. Együttműködési megállapodást írt alá a Naiman János Egyetem és a Europe Electric Industries Kft. Az egyeségnek köszönhetően útjára indul a Race Engineer Talent program, amelynek célja a versenymérnöki gyakorlati tapasztalat szerzés az egyetemi hallgatók számára. Az elmúlt napokban felmerült a kérdés több helyi lakóban, hogyan is kihasználhatja a katonatelepi sportpályát, a nagy a sportolóké, de a területen ingyenesen használható műfüves futballpálya és kosárlabda pálya áll a gyerekek rendelkezésére. A fenntartó mindenkit a szabályok betartására kér. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat hamarosan kiemelő című magazinunkkal folytatjuk, melyben bemutatjuk, milyen meglepetéssel várja a leendő tanulókat a Nagymajános Egyetem nyílt napján. Ezt követően Péter Szabó Szilvia, a NOX egykori énekese árul kulisszatitkokat csatornánknak. Olvassák és nézzék hírportálunkat a címe híros.hu. A híros híreket 20 óra 40 perckor és 22 óra 20 perckor, Éjszaka a képújság idejében két óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 40 perckor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, köszönöm, hogy ma este velünk tartottak, viszontlátásra! A törtökön kezdetben több felé, délután már csak helyenként délen és délkeleten eshet. A feltámadó északi a szél szárazabb levegőt hoz, napközben észak felől elkezd felszakadozni a felhőzet, estére mindenhol megszűnik a csapadék. A legmagasabb hőmérséklet már csak 9 és 13 fok között alakulhat. Pénteken sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás, de reggel és délelőtt párás, ködös tájak előfordulhatnak. Gyenge, mérsékelt marad a szél, hajnalban helyenként gyengén fagyhat, délután 8 és 13 fokra van kilátás. Szombaton a párás ködös hajnalt sokfelé napos idő követheti, de észak-keleten tartósabban párás ködös tájak is előfordulhatnak. Észak-nyugaton élénk lehet a délkeleti szél. Délután 6 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű, a ködösebb tájakon lesz alacsonyabb a csúcshőmérséklet.